Sok szeretettel köszöntök mindenkit, április 6-a van a választás napja. Nevezzük ezt a demokrácia ünnepnapjának, ugyanis a mai napon mindenkinek joga és lehetősége, és szerintem állampolgári kötelessége is az, hogy elmenjen és véleményt mondjon. Azért gondolom ezt így, mert az elmúlt 4 év olyan politikai teljesítményt nyújtott, amelyről úgy gondolom, hogy lehet véleményt mondani, és azok, akik támogatják ezt, vagy azok, akik kritizálják ezt a munkát, azoknak a mai napon kell megmutatni, hogy valódi demokraták, és a magyar alkotmány tiszteletbe tartása mellett ezen az egy napon rááldozzuk az időnket és az energiánkat, és elmegyünk és választunk. Jó magam is eljöttem, és választani fogok. A szavazóköri változások miatt remélem, hogy a lakosok időben is és érdemben ki lettek értesítve azzal kapcsolatban, hogy hova kell menniük szavazni. A családomat és engem is személyesen érint egy szavazóköri változás, hiszen jegyzőasszony és a munkatársaink azt a feladatot kapták a választási irodától, hogy a jogszabályoknak megfelelően akadálymentes bejutási lehetőséget biztosítsanak a szavazókörökbe. Ezért történt például úgy, hogy a közösségi ház, amely egyébként felújítás előtt áll, kikerült a szavazókörökből, és ide az orvosi rendelőbe irányították át részben a szavazókat. A másik része pedig felsorolás alapján az inkubátorházban, az újonnan megépült, minden Európai Uniós szabványnak megfelelő inkubátorházban adhatja le a szavazatát. Nagyon kérek minden polgárdit, és nagyon bízok minden polgárdiban, hogy minél nagyobb részvétel mellett elmegyünk szavazni, és ezzel is kifejezzük magyarságunkat és elkötelezettségünket Magyarország mellett. És engedjék meg, hogy megosszak önökkel még egy számomra nagyon kedves hírt. A nagybátyám, édesanyám testvére kapucinus szerzetesként él Olaszországban, és nagyon a lelkén és a szívén viseli magyar választások sorsát. És tekintettel arra, hogy nincs lehetősége a nagybőjti időszakban ugye egyházi emberként Magyarországra utazni, hiszen ilyenkor a nagybőjtben a papoknak, szerzeteseknek is rengeteg feladatuk van, ezért ő azt kérte, hogy Milánóban a magyar konzulátuson adhassa le a szavazatát, és már hajnal óta vonatozik és utazik azért több száz kilométert, hogy eljusson Milánóba és szavazhasson. Ez töltsön el mindenkit lelkesedéssel és buzdítással, azzal kapcsolatosan, hogy van, akinek csak az utcájába kell elmenni, talán itt polgárdin szerencsések vagyunk, hiszen a legtávolabbi szavazókörök is néhány száz méterre vannak csak a legtöbb esetben a lakhelyünktől, házunktól, és köszönjük meg a sorsnak azt, hogy nekünk nem több száz kilométert kell utazni ahhoz, hogy szavazhassunk, hanem csak a legközelebbi szavazókörbe kell ellátogatnunk. Bízom benne, hogy nagyon sok magyar ember így érez, és ilyen szinten viseli a lelkén a választások sorsát.